A Kecskeméti Televízió esti hírműsorát látják csütörtökön este 7 órakor élőben. Jó estét kívánok! A híres hírek elején mutatjuk a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Veszélyesen megtévesztő közlekedési táblákra leltek szemfüles netezők. 15 különleges térségi terméket lehet megtekinteni a Manyélt Hungarikum kiállításon. Drasztikus, akár 15%-os ingatlanár növekedésre is számíthatunk 2019-ben Kecskeméten. Megtévesztő közlekedési táblákra hívták fel a figyelmet a legnagyobb közösségi oldal egyik kecskeméti csoportjában. A táblák a Nyíri út 3. Béla körút kereszteződésében a kerékpárút végét jelző táblát egészítik ki. A kerékpárosokat szólítják fel leszállásra. Sok autósnak nem egyértelmű, hogy elsőbséget kell-e adni a gyalogosoknak. Közlekedési szakértőtől kértünk segítséget. Kerékpárosok rohannak át az úton a Nyíri út 3. Béla körút sarkánál. Sokakat megtéveszt ez a két kiegészítő tábla. Az autósok azt fejtegetik a közösségi oldalon, elsőbséget kell leadni a gyalogosoknak. Jól látható mögöttem, hogy a kerékpárút végét jelző tábla mellett két kiegészítő tábla is van, amelyek látszólag azt sugallják, hogy ez egy kijelölt gyalogátkelő hely. Felfestés azonban nincs, az autósok számára semmi nem sugallja, hogy elsőbséget kellene adniuk a gyalogosoknak. Lehet, hogy a tábla kihelyezői megelőzték a burkolatfestőket, teszi fel a kérdést ironikusan az egyik hozzászóló, majd arra figyelmeztet, mindkét oldal figyeljen oda, óvatosan közlekedjen. Kíváncsiak voltunk, mit szól mindehez egy szakértő. Ez egy félreértés, mert ez nem egy gyalogátkelő hely. Ezt leszögezhetjük. Azonban egyértelmű szabályok határozzák meg, hogy kinek van elsőbsége. Ez a kereszteződés, ez egy kanyarodó út, ugye, egy kanyarodó védett út, ezt így hívjuk, ugye jelzőtáblával védett út, tehát azt kell mindig figyelembe venni, hogy amelyik útra a jármű bekanyarodik, azon az úton áthaladó gyalogosnak elsőbsége van. Kell tehát elsőbséget adnia a gyalogosoknak a 3. Béla körútról a Nyíri útra kanyarodó autósnak? Igen, de nem azért, mert a kiegészítő táblák gyalogátkelő helyet jelölnek. A táblák mindössze arra figyelmeztetik a kerékpárosokat, hogy szálljanak le és tolják át az úton a kerékpárjukat. Az autósok ugyanis megszokták az átkelő gyalogosok sebességét. Ha ennél gyorsabban halad át valaki, az könnyen balesetet eredményezhet. 15 különleges terméket lehet megtekinteni a Manyélt Hungarikum kiállításon. A portékákat ma lehetett megkóstolni, de a tárlat egészen április 30-áig várja a fogyasztókat. Tészták, kürtős kalácsok, de még nagyon finom borok is helyet kaptak a Manyélt Hungarikum kiállításon. Homokhátság tanyái agrár- és élelmiszeripari nemzeti értékeit sorakoztatják fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épületében. A rendezvény célja, hogy széles körben be tudják mutatni a tanyát, mint értéket. A tanya, mint hungarikum fontos szerepet szán, rendkívül sok értéket biztosít számunkra. Ez gazdasági, társadalmi, környezeti érték, és ne felejtsük el, hogy Bácskiskun megyében több mint kétharmada az tanyán termesztik azokat a mezőgazdasági termékeket, amiből végül élelmiszer lesz. És mi, mint egyesület, az egyik fő szándékunk az, hogy biztosítsunk lehetőséget a tanyán élőknek, tanyán termelő kistermelőknek, hogy széles körben be tudják mutatni a termékeket. A kiállított 15 termék között helyet kapott Molnárné Kárász Rita házi szörpje is. Ahogy a minden terméknek, ennek is nagy előnye, hogy nem használnak a termelők adalékanyagot. A különlegesség az, hogy nincs benne semmi különleges. Gyakorlatilag gyümölcsből és gyógynövényből készítünk szörpöket, illetve lekvárokat. A fő termékkörünk a szörp, hagyományos technológiával dolgozunk. A gyümölcsöket, ahogy feldolgozzuk, csak kimagozás történik, és a termékekbe belekerül a gyümölcs. És ez a különlegesség, hogy magas a beltartalma a termékeknek. A termékeket csak ma lehetett megkóstolni, de a kiállítás egészen április 30-áig megtekinthető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épületében. Béke szigete névvel alakult meg a legújabb nyugdíjas klub Kecskeméten a belvárosban. 2019-ben több nyugdíjas klub is megújuláson megy keresztül. Kecskemét legújabb időseket tömörítő szervezet, a Béke szigete nyugdíjas klub Almási Jenőné vezetésével november 6-án Kecskemét belvárosában alakult meg. A szervezet célja, hogy az idősebb generáció ne érezze magát egyedül a mindennapokban. A klub lehetővé teszi, hogy a nyugdíjasok érezzék, hogy tartoznak valahova.
társaságban lehessenek, otthon érezhessék magukat, élményekkel, kulturális programokkal gazdagodjanak. A tagok minden hónap első péntekén találkoznak. A megalapításkor 18 taggal induló szervezet mára 25 főre bővült, ami jelzi a gyors népszerűséget és az igényt is. Az időseket tömörítő klubok esetében nem ez az egyetlen változás. Három további nyugdíjas klub is megújul 2019-ben, amely egyben új vezetők és új aktivisták megjelenését jelenti a klubok életében. Drasztikus, akár 15%-os ingatlanár növekedésre is számíthatunk 2019-ben Kecskeméten. A drágulása használt ingatlanokat sem kerüli el. A lakótelepi panellakások és a Kecskemét verem kerületeiben elhelyezkedő kisebb ingatlanok gyakori célpontjai az első lakásukat megvásárolni készülő fiataloknak. Nincs azonban könnyű dolga a megyeszékhelyen ingatlant vásárlóknak, hiszen a piacon szinte teljesen elszabadultak az árak. 10 év alatt több mint kétszeresére ugrottak a használt lakások árai. Nem ritka, hogy a 2009-ben még 7 millió forintért éppen csak elkelő ingatlanokért, ma már 18-20 millió forintot is kifizetnek a vásárlók. Még az 5. emeleti panelek is kellendőek. A szakemberek ráadásul idénre 10-15%-os további növekedést ígérnek. Kíváncsiak voltunk, miért? Az új építésű ingatlanok árainak emelkedése, ez ugye magával vonza az építőanyagok árának az emelkedését, illetve a munkaerőpiacon is a hiányt, illetve az áremelkedést. Sokan abban reménykednek, hogy a helyzet 1-2 éven belül változik és megáll az áremelkedés. Az ingatlanosok prognózisa azonban több évre előre folyamatosan árnövekedést ígér. Egyre többen keresik az albérleteket és az új építésű ingatlanokat is. A folyamatosan növekvő igény felhajtja az árakat, így aki kivár, az feltehetően jóval drágábban vásárolhat majd használt ingatlant is. Megnyílt ma délután a Forrás 50 kiállítás. Az azonos nevű művészeti folyóirat ünnepi tárlatán helyi képzőművészek munkáit láthatjuk. Az 50 éves jubileumra készült kiállításon 29 művész mutatja be alkotásait a Kápolna galériában. Forrás folyóiratok tekintenek le ránk a magasból azon a kiállításon, amely ma nyílt meg Kecskeméten. A Forrás idén ünnepli 50. születésnapját, és a nyitó program ez a tárlat, amellyel a kultúra szerelmeseinek kedveskednek. Ez alap nem csak az irodalmi minőséget szolgálja. Irodalom népszerűsítő feladatai is voltak, rengeteg irodalmi eset tartottunk az itteni könyvtár segítségével, és a képzőművészetihez is aktívan nyúltunk hozzá, és úgy gondoltuk, hogy az idei évnek a történéseit képzőművészeti kiállítással indítjuk. A Forrásban meghatározó módon szereplő képzőművészeket, fotóművészeket szerepeltetjük itt. A tárlaton mintegy 30 művész alkotásait lehet megcsodálni. Én írtam ennek a 28-29 embernek, hogy meghívnám őket egy ilyen közös születésnapi köszöntőre. Hát olyan emberek, akiket biztosan tudtam, hogy a Forráshoz köze van. Biztos láttátok, hogy vannak nagyon fiatalok is, meg az idős korosztályból is vannak sokan. Tehát, hogy tényleg a Forrás annyira nyitott, és olyan sok képzőművésszel van a kontaktusban. A Forrás 50 program sorozat nyitó kiállítását február 1-ig lehet megtekinteni Kecskeméten a Kápolna galériában. 125 éves a Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola. A jubileum megünneplésére egy egyéves programot állított össze az intézmény, melyet egy nagyszabású flashmobbal indítottak. Zajlanak a próbák a Kecskeméti Művészeti Iskolában. Az egy éven át tartó ünneplés egyik kiemelkedő programja egy koncertsorozat, melyen Beke Márk, az idei Virtuózok tehetségkutató verseny nyertese is fellép majd. Nagyon sok hírességet köszönhetünk ennek az intézménynek, mind növendékek szempontjából, mind mindenféle szempontból. Tulajdonképpen a 125 évre visszatekintve, nagyon szép koncertjeink voltak, nagyon szép hagyományaink lettek.
A jubileumi évet egy nagyszabású flashmobbal indították a zeneszerető diákok és tanárok. A kecskeméti bevásárlóközpont a Trónok harca betétdalától zengett, mintegy 200 zenész és szólista nyűgözte le a jelenlévőket. A 125 évet én nem érzékelem szerencsére, viszont azt a felelősséget nagyon érezte, amikor kitaláltuk ezt a flashmobot, hogy te jó ég, itt valami nagyon-nagyon profit szabad csak csinálni. Az iskolában jelenleg 800 növendék jár. Császár Csillai már 11 éve fújja a hangszerét, csak a zenének él. Mint mondta, ez egy életszükséglet. Nagy családnak vagyunk mi tagjai, és nagyon jó érzés hazajönni. Kiszakadni egy kicsit a hétköznapokból, egy nyugodt helyre beesni. Az iskolában koncertezett például Bartók Béla, Dohnányi Ernő és Hubai Jenő is. Az intézmény két olyan fontos cél tart szem előtt, amely miatt pótolhatatlan a működése. Ez pedig a koncert szerető közönség nevelése és a klasszikus zene szeretete. Munkahelyi elsősegélynyújtó képzést szervezett a megyei vállalkozások képviselői számára a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szakszerű hatékony beavatkozás feltétele, hogy kiképzett kolléga adja az első segítségnyújtást a mentők megérkezéséig. Mintegy 30 munkavállaló tanulta meg ma, hogy hogyan kell például újraéleszteni egy bajba jutott embert. Bármelyik munkahelyen előfordulhat, hogy valamelyik társunk rosszul lesz, esetleg kisebb vagy komolyabb baleset éri. A szakszerű hatékony beavatkozás feltétele, hogy kiképzett kolléga adja az első segélynyújtást, így a mentők megérkezéséig, az első orvosi ellátásig akár életet menthet a begyakorlott mozdulatsorokkal. A tanfolyamon dr. Augustin Gábor, kardiológus, belgyógyász, foglalkozás egészségügyi szakorvos magyarázta el az elméleti részét a képzésnek. Dr. Lódi Brigitta, család és foglalkozás egészségügyi szakorvos pedig a gyakorlatot mutatta meg a résztvevőknek. Tanultak a munkavállalók például az első segélynyújtás jelentőségéről, a baleseti helyszín felméréséről, a légút biztosításáról, a sérülések típusairól és ellátásukról. Az órás mesterség rejtelmeit sajátították el a Híres Mesterek, Híres Mesterségek programban résztvevő diákok ma délután a Bozsó gyűjteményben. A nagyszabású program utolsó előtti állomását látogatják meg ma a harmadikos, negyedikes és ötödikes, valamint hatodik osztályos tanulók. Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójának alkalmából lehetőséget kapott néhány diák, hogy a Híres Mesterségeket megtekinthesse, kipróbálhassa. Csütörtökön Hanga István órásmester, óragyűjtő mutatta be a gyermekeknek a gyűjteményét. A tanulók figyelmesen hallgatták az előadást a több mint 200 éves órákról és azok működéséről. Azonban nem csak arról volt szó, hogy hogyan, miket gyűjt a mester, ugyanis a diákok az óra számlap mögé is betekinthettek. A gyerekek számára a legnagyobb élvezetet mégis az okozta, amikor a katolikus templom órájának életnagyságú mását egyenként kikukucskálhattak. A program utolsó állomása Tarabcsik Sándor könyvkötőműhelyében lesz. A verseny és ezzel egybekötött tanulmányi túra lezárása a mesterségek farsangja, ahol a gyermekek egy általuk választott mesterséget mutatnak majd be társaik és tanáraik előtt. És csütörtökön ennyi fért a híres hírekbe, gyorsan megmutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megtévesztő közlekedési táblákra hívták fel a figyelmet a legnagyobb közösségi oldal egyik kecskeméti csoportjában. A táblák a Nyíri út, 3. Béla körút kereszteződésében a kerékpárút végét jelző táblát egészítik ki. 15 különleges termékeket lehet megtekinteni a Manyilt Hungarikum kiállításon. A portékákat ma lehetett megkóstolni, de a tárlat egészen április 30-áig várja a fogyasztókat. Drasztikus, akár 15%-os ingatlanár növekedésre is számíthatunk 2019-ben Kecskeméten. A drágulás a használt ingatlanokat sem kerüli el. 125 éves a kecskeméti M. Bodon Pál alapfokú művészeti iskola. A jubileum megünneplésére egy egyéves programot állított össze az iskola, melyet egy nagyszabású flashmobbal indítottak. Ezek voltak a híres hírek csütörtökön. A hírórát most folytatjuk a kiemelővel, amelyben egy megdöbbentő kutya támadásról fogunk elsőként beszélgetni Szabó Attilával, az Argos Kutyaiskola tanárával. A kutyatámadás egyben egy nagyon jó tanulság annak arról, hogy hogyan védjük meg hozzátartozóinkat, és egy ilyen helyzetben hogyan reagáljunk. Aztán megmutatjuk, hogy milyen feladatai vannak
a kecskeméti repülőbázis katonáinak 2019-ben, és igazi ingyenc hungarikumok között is barangolhatnak majd azok, akik velünk tartanak a következő 35 percben. Ha lemaradtak híreinkről, akkor nézzék a hírportálunkat, a cím hírös.hu, vagy nézzék a hírös hírek ismétlését a szokott időpontokban, azaz ma 20 óra 30 perckor, 22 órakor éjszaka a képviság idejében, 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor, és valamennyi műsort, a Híradót is a kecskeméti TV weboldalán bármikor újra megtekinthetnek. Friss Híradóval holnap este a szokott időpontban 7 órától ismételten én várom önöket, tartsanak velünk akkor is, további jó tévézést, nyugodalmas estét, viszontlátásra! Péntekre hidegfront érkezik, sokfelé készülhetünk, esőre, záporokra. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik, délután 2-5 fok valószínű. Szombaton fagyos reggelre ébredhetünk, délután 0 plusz 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, napközben főként fátyolfelhők boríthatják be az eget, így leginkább szűrt napsütésre lehet készülni. Gyenge lesz a légmozgás, számottevő csapadék nem várható. Vasárnap a felhős időben, főleg délen, délkeleten számíthatunk hószállingózásra, havazásra. A légmozgás gyenge mérsékelt lesz, a fagyos reggel után napközben mínusz 1 plusz 2 fok várható. Hétfőn azonban már ismét sok napsütésig érkezik. Éve, 1639. január 17-én hunyt el Szenci Molnár Albert, egyházi író, műfordító. Céltudatos, tudós ember volt, egész életével szolgálni akart. A református egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, míg latin szótárával megnyitotta a magyar értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. Hatása a magyar irodalmi nyelv, a magyar verselés fejlődésére korszakalkotó. A Vizsolyi Biblia második, javított kiadása is az ő munkája. A 17. század elején Németországban, Hanauban nyomtatott magyar nyelvű Szent Biblia 1500 példányban jelent meg, ami a könyvek akkoriban szokásos 100-300 példányához viszonyítva igen soknak számított. Az elmúlt több mint 400 év viharai azonban nem kímélték Szenci Molnár Bibliáját sem. Napjainkban összesen 58 példányt tartanak számon, és ebből 2 Kecskeméten található. Egy a Katona József könyvtár gyűjteményét gazdagítja, míg a másik a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtára Biblia gyűjteményének ékes darabja. Jó estét kívánok, ahogy ígértem, folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Mai vendégünk Szabó Attila kutyakiképző, az Argosz Kutyaiskola kiképzője, akivel egy megdöbbentő app támadásról és annak végkimeneteléről beszélgetünk elsőként itt a műsorba. Majd megmutatjuk, hogy milyen feladatai vannak a kecskeméti repülőbázis katonáinak 2019-ben,
és végül egy igazi ínyenc hungarikumok között is barangolhatnak, majd magazinunk segítségével érdemes lesz tehát, tartsanak velünk. Szabó Attila, az Argosz Kutya Iskola kiképzője a vendégünk. Jó estét kívánok, üdvözöllek! Jó estét kívánok! És azt is elmondjuk a nézőknek, hogy mi az apropó. Egy nagyon vegyes történet, több érzelmet kiváltó történet az apropója, hogy ide hívtunk. A legfrissebb kecskeméti lapokban megjelent egy cikk Kozák Polett kolléganőm tollából, amely arról szól, hogy egy fiatal testvérpárt megtámadott egy kutya még tavaly évvégén Kecskeméten, és az 5. osztályos fiú a lány testvérét nagyon szépen meg tudta védeni. Szerencsére senki, a kislány megsérült, de a kisfiú közbeavatkozásának köszönhetően nagyobb baj nem történt. A kérdés az, helyesen cselekedtünk-e akkor, és helyesen cselekedette a kisfiú, amikor szembeszállt egy ekkora kutyával? Hát én itt meg szeretném dicsérni ezt a kisfiút, hiszen ami úgymond le van írva elméletben, vagy úgy a szakkönyvekben, meg ugye a tudástárunkban, annak helyét állt ez a kisfiú, tehát minden is gratulálok neki, meg büszke lehet rá a családja, hogy így helyt állt. Ugye, hogyha egy kutya megtámad minket, az lehet több okból. Nem tudom, hogy ugye itt láncon volt a kutya. Ugye sok esetben a tartási mód is kiválthatja azt egy kutyánál, hogy támadólag lépjen fel egy emberre szembe. A kutya az általában nagyon végszükséges, hogy szokott emberre támadni. Ugye ez lehet alulszocializáltság, lehet olyan, hogy teljesen idegen volt neki minden a külvilágból. Ugye, hogyha láncon él egy kutya, nem erre a kutyára gondolok. Általánosítok, kis helyen van megkötve a kutya, onnantól kezdve nem lát a külvilágból semmit, elszabadul a lánc, és onnantól kezdve minden idegennek és mindent esetleg fenyegetésnek tud ezt venni. Értsék úgy a nézők, hogy az a kutya, aki az eddigi életét egy láncon, egy 2 méteres körzetben, körívben élte le, az onnantól kezdve a 3 méterrel alébb lévő környezetében felmerülő dolgokra egyszerűen nem tud másképp reagálni, mint támadólag, hiszen idegen neki. Így van, tehát hogyha a kert végében, vagy a kert, vagy a ház oldalába ki van kötve a kutya, esetleg nem látja még az utat sem, onnantól kezdve minden autó, minden idegen tárgy idegen lehet neki, és onnantól kezdve támadólag hathat ezekre a dolgokra. Attila, menjünk vissza egy kicsit a történet elejére. Ugye azt mondtad, hogy valahogy úgy fogalmaztál, hogy a nagykönyvben leírtak szerint reagált a kisfiú az esetben. Tényleg mit csináljunk akkor, ha leteper minket egy kutya? Mik azok a bevett, tehát mire koncentráljunk, üssük, ne üssük? Mi az, amit ilyenkor egy támadott kutya tehet? Hát ugye két rész lehet ezt osztani. Egy, amikor támad a kutya, mit tehetünk? Egy helyben meg kell állnunk, minél nagyobbnak kell tűnnünk a kutya szemében. A szemébe nem szabad belenézni. Sokan, mi is tartunk állatvédelmi órákat, és sokan azt mondják, hogy ők elszaladnának, ez a legnagyobb hiba, amit elkövethet valaki, hiszen a kutya egyértelműen utána fog futni, mivel zsákmányszerző falka ösztönökkel él a kutya, egyértelműen utánunk fog szaladni, meg kell állnunk egy helyben, nem szabad a szemébe nézni. Ha valami van esetleg nálunk, esetleg ledobjuk neki, hogy ha minden áron valamit marcangolni akkor azt tépheti. És mit tehetünk, ha már ránk támadt a kutya, amit itt a kisfiú is tett, mert ugye a kislány védte az arcát, tehát ha már a földre kerülünk is, minket már harap a kutya, onnantól kezdve az arcunkat kell védenünk, a nyakunkat, az arcunkat. Ugye amit viszont a kisfiú tett, ezt nagyon jól tette, hogy ugye a nyakát, úgy olvastam, hogy nyakát kezdte el szorítani. Gyakorlatilag egy folytószorítást. Így van, tehát amit tehetünk, ami még jó tanács, nyilván nem szabad ugye megijedni, de ez ilyenkor, ez nagyon, tehát ösztönből az ember meg fog ijedni. Ha már megtámadott minket, akkor a gyengébb kezünket kell a kutya felé rakni. Ennek is megvan a trükkje, vagy módja, hogy miért. Mert utána az erősebbik kezünkkel tudjuk folytogatni a kutyát, a nyakát elkapni, lágy részét ütni a kutyának, most ezért nyilván sokan felfigyelnek, hogy ütni, de ha egy kutyatámadáson, főleg egy 60 kilós kutya minket megtámad, ott az életünkért kell küzdeni. Szerintem, ha valaki ilyen kontextusban most minket ezért megszól, akkor az például nem hallott arról az esetről, ami tegnap egy hasonló eset egy somogyi kisfaluban történt, ahol szintén egy testvérpár támadott meg terrier jellegű kutyák.
ahol szintén a testvér, illetve a környezet lélek jelenléte mentette meg a gyermekek életét. Tehát ilyenkor ez egy élethalál harc, valljuk be. Így van. Tehát ilyenkor egyetlen egy olyan lágy részünket elkapja a kutya, az már halálos lehet. Ilyenkor nincs válogatnivaló, tehát nincs az a szabály. Itt minden szabályt fel kell rúgnunk, itt az életünkért kell küzdeni, vagy azért az embernek az életért, akit meg akarunk így menteni. Ha van környékben valami, bármi, akkor ugye azt is esetleg felvehetjük, és nyilván a kutyát le kell szedni arról az emberre, akit éppen tép az ebb. Amikor a kutyák támadnak, legyen az bármilyen jellegű kutya, jellemző az? Tehát a kutya érzi azt, hogy gyermek van a környezetében. Ha lehet, akkor általában a gyermeket vagy az idősebbet választja? Mindenképp véleményem szerint az idősebb, tehát a gyengébbet, az idősebbet fogja, vagy a beteget fogja kiszedni a sorból. Ez is a falka ösztönnek köszönhető, hiszen hogyha van egy falka, ott bizony az idősebb kutyákat, ugye én is kutyákkal foglalkozom már lassan 20 éve, az idős beteg kutyákat kiszemezik maguknak a kutyák, tehát nyilván ehhez kell egy falka vezér otthon. Ha a kutyának ez a falka ösztöne be van állítva, akkor ilyen probléma nem lehet, hiszen a kutya jól szocializált. Egy olyan kutyának, aki erre hajlamos, ott biztos vagyok benne, hogy a gyengébet vagy a gyereket fogja első körben megtalálni magának. Ha valaki például egy anyuka sétál napközben a gyermekével az utcán, vagy akár egymaga is, mondjuk az utca végén lát egy kóborkutyát, vagy egy szabadon lévő kutyát, mi a helyes magatartás? Sokan ilyenkor megállnak, visszafordulnak, van, aki ugye belemegy és oda megy, és az esetek többségében szerencsére azért nem történik baj, de mi a helyes megoldás? Hát mindenféleképpen helyes megoldás az, hogy főleg ha egy anyuka megy a gyerekével, hogy akkor álljon meg egy helybe. Nyilván itt sem szabad a kutya szemébe nézni, és amikor a kutya esetleg arrébb figyel, akkor távolodjunk el tőle. Tehát senkinek nem ajánlom, hogy megközelítsen egy kutyát. Nyilván ez kutya függő, mert ugye lehet olyan kutya az utcán, aki éppen csóvál, de ezeket az eseteket ki kell kerülni. Ugye jelen esetben is egy olyan kutyáról volt szó, ami egy zárt tartási körülmények között élt, és sajnos egy véletlen folytán ugye most ki tudott szabadulni az utcára, és így következett be ez a támadás. Mit üzenünk a kutyatulajdonosoknak? És majd arra is kérnélek, hogy külön mondjuk el azt, hogy most ennek a kutyatulajdonosának mit üzensz, és azt tegyük hozzá, és mindenkinek javaslom, hogy olvassák el a cikket, hogy egy rendkívül konstruktív hozzáállással rendelkező kutyatulajdonosról van szó, tehát ő is példásan viselkedett ebben a szituációban. Így van. Hát amit tudok javasolni kutyatulajdonosoknak az, hogy a szocializáció mindenféleképp kell a kutyának. Láncon van egy kutya, tehát nyilván ezt is általánosítva mondom, láncon ugye nyilván ugrál a kutya, menne, mozognak. A kutyának nagyon fontos a testmozgás. Ha nincs testmozgás, akkor felgyűlemik az energia. Onnantól kezdve bármire fogja ezt fordítani, csak lehet, hogy éppen nem jó dologra. Lehet, hogy itt is az lehetett, hogy a lánc esetleg elkezdett kopni, és nyilván azért pattant el, nem tudom, tehát nem láttam, hogy hol szakadt el a lánc. Tehát az, hogy láncon van egy kutya, az nem jó a kutyának se, és nekünk se lesz jó lényegében hosszú távon. Ilyen eseteknek mindig elő szokott fordulni, hogy jön a mondat, hogy ilyet nem tett még a kutya, soha nem harapott. Igen, ezt elkezdi valahol a kutya, ezt kell nekünk megelőzni. Tehát fontos a szocializáció, fontos a testmozgás, vigyük ki a kutyát a saját házunk kertjéből, hogy megismerje a külvilágot, és foglalkozzunk vele napi szinten legalább, mert akkor lesz egy jó nevelt kutyánk. Nagyon divatos és sajnos hát státuszszimbólum sokak esetében az, hogy harci kutyákat tartanak otthon. De ha már tényleg ennyire divatos a harci kutya, akkor például az ilyen jellegű és ilyen ösztönökkel bíró kutyatulajdonosoknak mire kell a leginkább odafigyelni a szocializáláson túl? Hát én azt mondom, hogy a helyes út az az, hogy ha valaki kutyát szeretne, akkor nézze meg a fajta jelleget, és a fajta jellegnek megfelelően kell élnünk a kutyával. Nyilván minden kutyánál ugye a testmozgás nagyon fontos, a fegyelem nagyon sok kutyánál fontosabb, mint másik fajtásánál. Nekünk is van otthon különböző kutyafajták, és valamelyiknek negyed annyi fegyelem kell, mint mondjuk a másiknak. Tehát fontos, hogy a fajta jellegnek nézze mindenki utána, hogy az a fajta jelleg az mit követel meg, és annak függvényében tartsa a kutyáját. Lehet, hogy egy kicsit okafogyott kérdésnek, vagy buta kérdésnek tűnik, de például időjárás, vagy telihold, vagy frontok befolyásolhatják-e a kutyák viselkedését? Hát nálunk mondjuk a telihold befolyásolja, vannak csefarkasaink. Én biztos vagyok benne, hogy az időjárás ugyanúgy, ahogy minket, a kutyákat is meg tudják bolondítani, hiszen gondoljunk bele abba, hogy évente általában kétszer tüzelnek a kutyák, és volt olyan év, hogy háromszor, mert ugye
télen volt 20 fok, tehát felborult teljesen a hormonháztartásuk. Ha most ezt a konkrét esetet nézzük, és tudom, hogy gyakorlatilag te is a cikkből ismered az egész történetet, de mi várható, hogy egy ilyen támadás után egy ilyen kutyának mi lesz a sorsa? Hát ez ugye mindig jegyző, tehát hogyha hivatalos útra telik a dolgot, akkor ugye nyilván ott a jegyző tudja veszélyesen nyilvánítani a kutyát. Nyilván ezt a gazdinak, nyilván itt is pozitívan állt a gazdi is ehhez a történethez, ami szintén becsülendő, mert itt most egy olyan esetet látunk, ahol mégsem fújnak egymásra, pedig nagy tragédia történt, de mégsem tragédia, mert helyt tudtak állni. Itt most meg kell a gazdinak azt nézni, hogy miben hibázott a kutya tartásával, mert ez nem normális dolog, hogy csak úgy rátámad egy kutya egy kisgyerekre. Nagyon sok olyan környék van, nagyon sok olyan környezetben élnek emberek, ahol tényleg sok, akár külterületen, sok szabadon vagy nem jó tartási körülmények lévő között kutya van, kutyák élnek, és ott a gyerekeknek esetleg, vagy az ott élőknek tudunk ajánlani olyan eszközöket, riasztó berendezések, nem tudom, csalifalatok, ami jó, ha náluk van, és ilyenkor fel tudnak készülni, és ellene el tudják kerülni a támadást? Hát igazából egy támadó kutyával szemben ugye nem nagyon van eszköz. Hát a riasztó az már nem hiszem, hogy hat neki. Itt mondhatnánk a gáspét, de az is lehet, hogy még jobban megvadítja. És az se jó, ha gyerekek gáspével rohangálnak. Így van. Tehát itt az a fő szempont, hogy nyugodtnak kell maradnunk, és esetleg megvárni azt, hogy a kutya lehiggadjon. Nyilván itt ez most váratlan ugye a téglarakás mögül támadta a kutya, tehát itt esélye nem volt a kislánynak arra, hogy tehát ez egy-két másodpercen belül történt ez az egész eset, tehát itt igazából fel sem tudott erre készülni. Attilának köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, azt azért mondjuk el itt a cikkben, hogy tényleg egy nagyon példás esetről van szó, hiszen a család, akit a támadásért egyáltalán nem tervez semmiféle kárpótlást, inkább tanulni és tanítani szeretne az esetből, úgyhogy a két gyerkőcnek és az édesanyjának, illetve a kutya tulajdonosának ezúton elismerésünket küldjük, és reméljük, hogy a közeljövőben nem lesznek ilyen esetek. A Kecskeméti Lapok legfrissebb számában a cikket megtalálják. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltam. Köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt. Homokhátság tanyái agrár- és élelmiszeripari nemzeti értékeit sorakoztatják fel Kecskeméten. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épületében ma nyílt meg az a Hungarikum kiállítás, amely során ma meg is lehetett kóstolni a termékeket. Sonkák, szörpök és különleges sajtok közül is lehetett válogatni. Molnár H. Boglárka kolléganőnk járt a helyszínen, ahol az esemény céljairól érdeklődött délelőtt. A megye méltán híres termékeiről szól a mai nap Kecskeméten, itt a Hungarikum kiállításon. Szinte minden megtalálható, ami előfordulhat nap mint nap egy családháza táján, és a legfontosabb az, hogy ezek a termékek egytől egyig mind egészségesek, és itt van velem Batisz Károly, üdvözlöm, több célja is van ennek a rendezvénynek, ennek a kiállításnak. Így van, az egyesületünk célja az, hogy bemutassuk a tanyát, mint nemzeti értéket, hagyományokat, kultúrák megőrzőjét, és ugye egyrészt az is fontos, hogy a tanya, mint termelőközpont is létesül, tehát itt kiváló minőségű élelmiszereket állítunk elő, és ezeket szeretnénk a fogyasztóhoz minél közelebb vinni, és bemutatni őket. Az egyesületünknek több rendezvénye is van, több kiállítást, kóstoltatást szoktunk szervezni, és pont most ez a Hungarikum kiállítás ad ennek lehetőséget, hogy még közel tudjuk vinni a fogyasztóhoz, be tudjuk mutatni ezeket a termékeket. Miért fontos az, hogy a fogyasztók a helyi kistermelőktől vásárolják meg a portékákat? Egyrészt fontos azért, mert ezek egészséges helyi élelmiszerek. A nyomon követhetőség már abszolút stabilá vált, illetve azért is fontos, mert a helyi gazdaságot erősíti. Mindenképpen munkahelyeket biztosít, illetve az őstermelőknek önfoglalkoztatást biztosít. És akkor nézzük gyorsan, hogy milyen termékeket lehet ma megkóstolni, illetve megtekinteni a kiállítás alkalmával. A mai napon 15 féle terméket tudunk bemutatni, illetve kóstoltatni. A kóstoltatás ez 12 órától lesz. Főként a Duna-Tisza közén fellelhető hungarikumok, illetve a megyei értéktárban szereplő kiváló élelmiszereket lehet megkóstolni, illetve aki ezt meg szeretné vásárolni, őnek ez csütörtökönként van erre lehetőség a termelői piacunkon. Batisz Károlynak köszönöm szépen. Én is megkóstoltam egy-két terméket már itt az előadás előtt az Agrárgazdasági Kamara épületében, és be kell valljam, hogy az én kedvencem Rita szörpje volt, és itt is van velem Molnárné Kárász. Rita, szervusz, mi a titok? Szervusz, szép napot kívánok.
A titok talán már el is hangzott a Karcsi szájából. Igazániból a titok az, hogy helyben termeljük az alapanyagot, és saját kis manufakturális gazdaságunkban dolgozzuk fel, adalékmentesen, magas beltartalommal, és mindenféle tartósítószer nélkül, hagyományos technológiával tartósítunk. Mi beszélgettünk már egy pár percet itt az interjú előtt, és említettél egy kuriózumot, hogy most már koktélosok is keresik ezt a szörpöt? Így van, amit nagyon nagy örömmel fogadtam, fogadunk, talán kistermelők nevében is mondhatom. Újra reneszánszát éli az, hogy a vendéglátó helyek, éttermek kistermelőktől közvetlenül vásároljanak magas minőségű alapanyagot, ami mindkét oldalról is nagyon pozitív dolog, ugye ad egy biztos alapanyag beszállítást az éttermeknek, a termelőknek viszont egy biztos megélhetést. Személy szerint miért tartod azt fontosnak, hogy ti, mint kistermelők, találkozzatok a fogyasztókkal? Ez mindenképpen fontos azért, hogy be tudjuk mutatni, el tudjuk mondani, hogy milyen alapanyagból, milyen technológiával készítjük azokat a termékeket, amit a fogyasztó hazavisz, amit az asztalára tesz, amit a családjának kínál, és akár meg is tudja nézni, hogy hogyan működik a termelés és a feldolgozás. Molnári Kárász Ritának köszönöm szépen. Ma tehát meg lehet kóstolni a termékeket, de maga a kiállítás egészen április 30-áig megtekinthető itt Kecskeméten, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épületében. Mozgalmas évet tudhat maga mögött az MH59 Szentgyörgyi Dezső repülőbázis. Nem csak a nemzetközi gyakorlatok száma növekedett, de új akciók segítségével a lakosság felé is sikerült nyitniuk. 2019 pedig még izgalmasabbnak ígérkezik. Minden területen kiválóan megálltak a helyüket 2018-ban az MH59 Szentgyörgyi Dezső repülőbázis katonái, hangsúlyozta Ugrik Csaba bázisparancsnok a decemberi ünnepi állománygyűlésen. A mindennapi feladatok ellátása is komoly feladat, hiszen az állampolgárok biztonságáról van szó, de ezen felül számtalan egyéb akcióban is részt vett a bázis. Júniusban végrehajtott levegőföld éles lövészetünk Svédországban, ez egy mérföldkő volt a részünkre. Amit most ünnepeltünk ebbe az évbe, most decemberben, hogy 10 éve állt készültségbe a Gripen repülőgép, december 22-én adta 10 évvel ezelőtt az első készültségi szolgálatát a repülőgép. Mi szervezhettünk itthon Lion Air Force gyakorlatot, ami a Gripent használó országoknak a gyakorlata volt. Szervezhetünk bázisnapot, ahol kikapcsolódott az állományunk, Mikulás ünnepséget, gyermektábor volt a 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis szervezésébe. Ez mind-mind olyan események, amivel egy kicsit próbálunk nyitni a civil társadalom felé is, lássák azt, hogy mit csinálunk itt benn. Természetesen azért szeretnénk nyitni feléjük, hogy valamikor gondolják majd úgy, hogy csatlakoznak hozzánk. Az évzáró állomány gyűlésen számos katonát kitüntettek. A dandártábornok hangsúlyozta, fontos a sok elismerés, hiszen a reptér egy kis város, így fontosan jó példa. Ez egyben inspirációt is ad az egyre nagyobb feladatok elvégzésénél. Minden évben, amikor az évad nyitó állománygyűlésünk van, akkor azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon sok munkát végeztünk az előző évben, és nem ígérhetek mást, hogy többet fogunk végezni a következő évbe. Ezt karácsony előtt nem szerettem volna nekik elmondani, ezt majd ráérünk januárba boncolgatni. De alapvetően a jövőre se áll meg a világ. Ahogy hallottuk, miniszter úr bejelentette, hogy újabb repülőgépeket fogunk kapni az Rényi 2026 keretébe. Természetesen erre készülünk. A jövő év kiemelt feladata lesz, újra ellátogatunk a Baltikumban 4 hónapra, május 1-től. Az 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis fogja ellátni 4 hónapon keresztül a baltikumi országoknak a légtérvédelmét. Valamint felújítások kezdődnek a repülőbázison. Ez is többféle új állóhelyeket, új navigációs berendezéseket kapunk. Ez miatt el is kell költöznünk egy kicsit. Remélem a város majd sajnálja, hogy nem zajongunk nekik, és egy másik várost fogjuk boldogítani a zajjal, de át fogunk települni Pápára minimum 6 hónapra, hogy itt megfelelőképpen el tudják végezni a munkákat. Úgyhogy az élet nem fog megállni jövőre sem. Ahogyan azt Ugrik Csaba dandártábornok stábunknak elárulta, 2019-ben biztosan nem lesz nemzetközi repülőnap a repülőbázison, de az azt követő években már lehet gondolkodni rajta.
Közeledik a hétvége, sok-sok programokkal várják önöket a város különböző pontjain. Ezt foglaltuk össze most a Paletta magazinunkban. Üdvözlöm Önöket, az év első palettájával jelentkezünk, mely ezúttal is több programot tartogat a hétvégére. Tartsanak velünk! A Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója tiszteletére megtartott 2018-as Mátyás király emlékév keretében a magyar kormány támogatásával létrehozott a Hunyadiak dicsőkorát bemutató vándorkiállítás Kecskemétre érkezik. A Cifrapalotában a megnyitót január 18-án pénteken 14 órakor tartják. A megnyitó Mátyás király életútját Bán János, a Kecskeméti Média Centrum igazgatója méltatja, majd Buda Ádám a reneszánszkor zenéit, énekeit idézi fel. A kiállítás január 28-áig tekinthető meg 10 és 17 óra között a Cifrapalotában. A Mása és a Medve rajzfilm hazai mesemusical adaptációja decemberben érkezik hazánkba, és január 20-án Kecskeméten is megtekinthető lesz a híres orosz mese előadása. Mása nyughatatlan kislány, aki mindig tele van energiával, és nem bír a fenekén megülni. Így aztán nem csoda, hogy barátjával, a nyugis lustácska medvével folyton elképesztő bonyodalmakba keverednek. Ezúttal egy fantasztikus karácsonyi nyomozós kalandban találják magukat Rózival, a malaccal, Nyuszival, a farkas testvérekkel és egy pingvinnel. A történetben szerepel még két kedősi professzor, aki, mint a neve is mutatja, nem hisz a csodákban és a varázslatban, egy yeti fiú, aki fantasztikus dolgokra képes, valamint egy meglepetés vendég, akit minden gyermek várva vár. Ha velünk tartasz, téged is megtanítanak arra, mit jelent a barátság, a gondoskodás, a kreativitás és a szabadság. Az előadás a Híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban tekinthető meg vasárnap 14 órától. A jóga csakra, avagy a jóga kereke egy átfogó rendszer. E rendszer 6 fő jóga ágat tartalmaz, kiegészítve aljógákkal és más technikákkal, amelyek szükséges kiegészítői is egymásnak a jóga ösvényén, ami az önmegismerés és önfejlesztés útja. Az előadás célja, hogy a gyakorlók megismerjék az eltérő jógákat, azok céljait és technikáit, valamint a köztük lévő kapcsolatot, továbbá, hogy jóga stúdiók, jóga tanárok és gyakorlók a tanításon keresztül kapcsolódjanak egy élő jóga tradícióhoz. A programokat képzett jóga oktatók tartják, akik tapasztalataikat Indiában szerezték. A részvétel ingyenes. A karácsony szelleme tovább tart a Skorgol Kecskeméti Futzál klubnál. A Fradi elleni mérkőzésre plüssmackókat vár adományként a csapat. A Skorgol KFC január 21-i Fradi elleni meccsükre a Bács-Kiskun megyei kórház csecsemő és gyermekosztályával karöltve jótékony akciót indít. Szurkolásotok mellé hozzatok magatokkal egy-egy plüss játékmacit, amit közfelkiáltásra majd a pályára kell dobnotok, hogy ezen játékok másnap már a kórház kis betegeit örvendeztethessék meg, írta a csapat. Emellett a Skorgol Kecskeméti Futzál Klub a mérkőzés teljes bevételét felajánlja a gyermekosztály részére, amiből az intézmény egy nagy teljesítményű kórházi inhalátort szeretne beszerezni, amelynek értéke 300 000 forint. 8 éves voltam, amikor anyám meghalt. Imádott utazni a világban és feltárni a múltat. Valentine mindig meglátogatott. Aztán egy nap minden megváltozott. Évezredekkel azután, hogy a civilizációt elpusztította egy kataklizma, az emberiség alkalmazkodott a körülményekhez és új életmódot fejlesztett ki. Hatalmas mozgó városok róják a föld felszínét, és könyörtelenül vadásznak a kisebb városokra. Tom Nesworthy, aki a mozgó London város egyik alsó soráról származik, találkozik a veszélyes szökevénnyel, Hester Shaw-val, és kisvártatva a saját életéért kell küzdenie.
A két ellenlábas, akiknek sosem kellett volna találkozniuk, váratlanul szövetségre lép, hogy megváltoztassa a jövő alakulását. A film megtekinthető pénteken, szombaton és vasárnap 18 órától az Otthon moziba. Ha ránézel, nem látsz mást, csak Marcon a külsőt. De igazából ő egészen más. Olyan gyönyörű és különös. És nagyon, nagyon ritka. Röplabda csapataink elkezdik a bajnokság tavaszi szezonját, valamint immáron harmadik alkalommal rendezik meg a Violi Maraton futást. A KTE Duna Aszfalt múlt héten szoros hajrában maradt alul a Deac csapatával szemben. A Kecskemét így a 9. helyen áll a tabellán. Az NB1-es bajnokság 16. fordulós meccsét holnap játsszák a mélyeink. Soron következő ellenfelük az Alba Fehérvár lesz, mely bár utolsó meccsén 30 ponttal verte a körmend csapatát, 6 győzelemmel és 9 vereséggel a tabella 11. helyén áll. A mérkőzés pénteken 18 órakor lesz a Messzisván sportcsarnokban. Január 7-én kezdte felkészülését a kecskeméti NKSN női kézilabda csapata. Az első héten a Kozár Mislány Ese ellen játszottak edzőmeccset a kecskeméti lányok. Szombaton itthon folytatják a szereplést. A KNKSN két mérkőzést is játszik 19-én, mindkettőt a Mohács csapata ellen. Az első mérkőzésre 11 órakor kerül sor, míg a második összecsapás 15 órakor rendezik a Messzi István sportcsarnokban. Január 20-án vasárnap rendezik immáron harmadik alkalommal az országos hírű, határon túl is meghirdetett futóversenyt, melynek gondolata Juhász Ágnestől, a Kodály iskola művésztanárától származik. A hegedű művész nagyot álmodott, és a Violin Maratonnak keresztelt jótékonysági futóversenyt immáron harmadik alkalommal rendezik Kecskeméten. A futásra évről évre egyre több a jelentkező, melyhez neves művészek is csatlakoznak. A maratont 3 távra hirdették, 5, 10 és 21 kilométeren mérettethetik meg magukat a futni vágyók. A rajta Kodály iskolától indul, és a belvárost megkerülve érinti majd a Kodály nevezetességeket. A verseny különlegessége, hogy a futás útvonalán is felcsendülnek csodás hegedű muzsikák, sőt élő hegedű szót is lehet majd hallani. A verseny után levezetésképp neves művészekkel lehet majd együtt futni. A művészeket és a sportolókat egymáshoz közelebb hozó verseny 11 órakor rajtol. Minden távon az abszolút első 3 férfi és női helyezettek értékes tárgyutalomban, egyedi díjakban részesülnek. A jótékonysági futás bevételéből a kecskeméti Kodály Zoltán iskola szakközépiskolás növendékeinek szakmai fejlődését támogatják. Az év első tétmeccsére készül a Kecskeméti Röplabda Klub. A férfi röplabda extraliga alapszakaszának első mérkőzését vasárnap rendezik. A KRC hazai pályán fogadja a MAFC BME csapatát. A találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. A téli szünet után az NB2-es női röplabda bajnokság második felében a kecskeméti Hipröpkese hazai pályán méri összereit a miskolci MVSC-MVSI csapatával szemben. A bajnokság ezen szakaszában az NB1-es csapatok U21-es csapatai nem vesznek részt, így csupán 6 klub fog megmérkőzni a bajnokság további részében oda-vissza vágókkal. A Miskolc elleni összecsapás január 20-án vasárnap 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában. Ennyi volt már a paletta, remélem, hogy találtak maguknak ismét kedvező programot. Tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit összefoglaljuk egy percben, következik az Esti Gyors. Megtévesztő közlekedési táblákra hívták fel a figyelmet a legnagyobb közösségi oldal egyik kecskeméti csoportjában. A táblák a Nyíri út, 3. Béla körút kereszteződésében a kerékpárút végét jelző táblát egészítik ki. 15 különleges termékeket lehet megtekinteni a Manyilt Hungarikum kiállításon. A portékákat ma lehetett megkóstolni, de a tárlat egészen április 30-áig várja a fogyasztókat.
Drasztikus, akár 15%-os ingatlanár növekedésre is számíthatunk 2019-ben Kecskeméten. A drágulás a használt ingatlanokat sem kerüli el. 125 éves a kecskeméti M. Badon Pál alapfokú művészeti iskola. A jubileum megünneplésére egy egyéves programot állított össze az iskola, melyet egy nagyszabású flashmobbal indítottak. Az órásmesterség rejtelmeit sajátították el a Híres Mesterek Híres Mesterségek programban résztvevő diákok ma délután a Bozsó gyűjteményben. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. Kezdésben a híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel jelentkezünk. Számítunk tehát pénteken is a figyelmükre. Egy szép, szebb napot kívánok, további szép estét, nyugodalmas jó éjszakát, viszontlátásra!